Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy hétvégi jóslás október 24-éig. Október 23-án eléri a hold a felfele mozgó kármikus csomót. Az azt jelenti, hogy lesz egy új irány, lesznek változások, különösen, ami az anyagiakat és a munkát illeti. Október 24-én, tehát vasárnap, Lilith energiamező van. Lilith kihat ránk, kihat az érzelmekre, mégpedig a vágyakra, a reményekre, az álmokra, de most vasárnap úgy tűnik, hogy minden olyan messze van, olyan elérhetetlen. És ilyenkor az a fontos, hogy erősítsd a belső hitedet. És az legyen a gondolatod, hogy minden elérhető, amit te tervezel. És most megtekintjük a kártyákat. Itt látható egy tolvaj. Légy óvatos, mert lehet, hogy valaki el akar tőled lopni valamit. De ez jelentheti azt is, hogy valaki rabolja az idődet, vagy az energiádat. Itt a képen látható, hogy tehetséges vagy, és tervezel valamit. Mások figyelgetnek téged. Lehet, hogy ellopják az ötleteidet. De szerencséd lesz, erre utal a csillagkép, de azt is jelenti, hogy te ügyes vagy, okos vagy, és ki tudod bontakoztatni magadat egy spirituális területen. Itt döntéseket fogsz hozni, melyik irányba kell, hogy lépéseket tegyél. Megvan ez a terv, de a félelmek is, hiszen a félelmek, a bizonytalanságok itt fogva tartanak téged. És ez a háttérben olyan, mint egy ördög, hiszen ezek a negatív érzelmek, mint a félelmek és bizonytalanságok, ez ettől az ördögtől jön, hiszen ez fékez bennünket minden helyzetben. Itt, ezen a képen látható egy szerelmes pár, egy találkozás, de itt is légy óvatos, mert a háttérben megjelenik az ördög. Az utalhat a félelmekre, vagy arra, hogy valaki figyel benneteket, de rossz indulatú, vagy irigy, vagy féltékeny. De ne szólj ezekről a dolgokról, légy visszahúzódó és csendes. Képzeld el azt, amit szeretnél elérni, ami itt a csillagképekben látható. És inkább meditálj afelett, hogy mi hoz számodra sikereket. Akkor is, ha itt megjelenik a tolvaj, és megjelenik itt a gonoszság, szerencséd lesz, erre utal itt ez a kártya. A tízes szám egy új kezdetre, jólétben és egy szép harmonikus családi körben. Ezen a kártyán láthatóak még az emlékek. Előtted ezek a kelyhek összetörtek, és ott folynak a könnyek. Ez utal a múltra. De ne ezzel foglalkozz, inkább fordulj egy másik irányba, hiszen a háttérben ez a két kehely utal a párkapcsolatra, utal szerződésekre, és ez olyan, mint egy születésnapi ünnepség, itt minden fel van díszítve, tehát itt lesz egy újjászületés. És ez a kártya jelenti a döntéseidet. Légy bátor, magabiztos, menj azon az úton, amit tervezel. És ezzel a karddal vágd el a félelmeket és a bizonytalanságokat. Azon kívül tüntesd el ezt az ördögöt a háttérben. Itt tényleg lesznek döntések, és
a levegő eleme is hat itt, a szabadság érzete, felszabadulsz ettől a tolvajtól, a gonoszságoktól, és éled a magad életét. Itt úgy vagy látható, mint egy királynő, aki uralkodik a levegő eleme felett. Ez jelenti a könnyűséget, az ötleteidet, a terveidet, a kommunikációt. Jó úton haladsz. És itt lesznek megújulások, egy újjá születés. Lehet egy kisbaba születése is. Ez ugyan egy hétvégi jóslás, de a képek azt jelentik, hogy jó úton haladsz. Mire? Itt minden úgy kialakul, ahogy te tervezed, és te vagy itt ez a királynő, és itt kivirágzik, gyümölcsözik valami, hiszen jó úton vagy, kell a belső egyensúly, te eléred a céljaidat. Ez eltarthat a téli hónapokig, de ez a kártya azt is jelenti, azért légy kicsit óvatos, mert valaki mindig figyel téged ott a közeledben. És én kívánok neked egy szép hétvégét, nagyon sok szeretettel, Denderrel!